egy visszaváltás, két visszaváltás. Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és üdvözöllek titeket itt a legújabb videómban, és Dubaj legelőkelőbb éttermében vagyunk, McDonald's-ban. Most indulunk az ígért videót leforgatni. Ugye az előző videóban mondtam, hogy van nálunk egy Audi S3, és ezt fogjuk kicsit megnézni. Tovább menjünk a Half Desert Roadra, ami egy ilyen nagyon felkapott hely. Hogyha néztek ilyen Supercar Blondie, illetve más ilyen nagyobb autós videósokat itt Dubajban, akkor általában... ott csinálnak videókat, úgyhogy ezt megnézzük, de egyébként a tavalyi dubajos videómban már benne volt ez a helyszín. Elmegyünk az egyik barátomért, Vincéért, aki itt lakik már egy ideje Dubajban, illetve megnézzük, milyen autók vannak itt a mélygarázsban gyorsan, ugyanis áll lent egy olyan Bugatti Chiron Supersport, amiben mindössze 30 darab van a világon, és az egyik az itt áll lent konkrétan a mi szintünkön. Le van takarva sajnos, de majd megnézzük, illetve nézzétek. Ilyeneket lehet kapni itt a Mekiben. Nem tudom, hogy ez micsoda, de nagyon menő. Amúgy hideg, szóval ez valamilyen hideg desszert, és ki fogjuk próbálni. Apache-s nyakláncom. Ez a Foreverly Apache NFT-m. Hogyha most a Apache pingvinek felmennek 150-200 ezer dollárra egy darab, ami simán lehetséges, akkor a Lil Pajik nagyjából ilyen 15-20 ezer dollárt fognak érni, viszont nyilván ez nagyon high szám, amit ki lehet találni erre, tehát az a max szerint, amit el fog érni, de lehet nagyon magas elvárás, igen, jól mondott Tilla, nagyon magas elvárás, de ez az a Lil Pajik NFT, amit sose fogok eladni, úgyhogy csináltunk róla egy nyakláncot. Itt vagyunk egyébként a Nakel Mall-ban a számán, kaptunk komoly Mekit. Ez a legjobb mall szerintem itt Dubajban. Kicsi, minden van. Nagyon jó hangja van. Le kell csukni az ajtót. Nagyon jó hangja van. Majd kint megnézzük, mert itt megy a zene, meg zúg, az elszívó, meg minden. Gyors, megyünk egy kört, hogy megnézzétek az autókat. Na. Kapjuk a copyright a zenét. És gyors megmutatom nektek a Bugattit, illetve azt akarom még elmondani, hogy az RS3-nál, az új RS3-nál szerintem ez az autó sokkal nagyobb fan. Elmondom majd, hogy miért. Na, induljunk. Itt egy Brabus G-osztály, ezekből körülbelül millió darab van. Amúgy látszik a tükörben, hogy eszed a nuggetset. Itt van egy McLaren, ami szerintem nagyon szép színű, Tilla szerint ocsmány színe van. Egy új 7-es BMW, egyébként ezekből is nagyon sok van, valamint ezekből a nagy terepjárókból tényleg millió darab. Sokat a kedvence, Nissan GT-R, és hogy lássátok, rögtön mellette Porsche, rögtön mellette egy Rolls-Royce. Kemény, mi? Itt van még egy Brabus G-osztály, ott a másik, szóval amúgy itt a parkolóházban szerintem ezekből nagyjából egy 20 darab van. De srácok, itt van ez a Supersport Chiron, elképesztően brutális. Jó. Urus. Mellette 2 darab Maserati. Ez is beteg. És itt, ha megnézitek, ahogy megyek, letakart autók, végig letakart kocsik, de egy csomó, tehát hogy itt áll vagy 8 letakart autó, tehát nagyon beteg. És nem tudom, hogy milyenek, ezek szerintem ilyen oldtimerek, de ez valakinek a gyűjteménye lehet itt a parkolóházban. És csomó AMG, Merci, Porsche-k, azt majd meg sem mutatom igazából, mert ez nem is olyan érdekes szerintem. Egyébként az a vicces, amióta itt vagyunk, 2 Bugattit láttam, 2 Bugatti Chiront láttam menet közben, illetve ugye láttunk itt egyet a mélygarázsban. Azért mondjatok még egy olyan várost a világon, ahol mennyi, 5 napja vagyunk itt? 5 nap alatt 3 darab Bugattit látsz. Nincs még egy ilyen, csak Dubaj. Egy visszaváltás, két visszaváltás. Az első óriási problémánk, ami tavaly is probléma volt, hogy óriási szél van. Viszont most a Vince ki fogja próbálni az autót. De jó hangja van nagyon. Az egyetlen egy nagy gondunk, hogy konkrétan, ahogy látunk, mögöttünk jött a rendőrautó, és Dubajban, ha egy rendőr megállít, az sosem jelent jót. Úgyhogy abban reménykedünk, hogy nem fognak letartóztatni minket. Hát nem sok érzelem van benne, szintén szerintem, de abúgy nyilván gyors, precíz,
Audi. Audi. De ugye az, hogy belülről nem hallod ugye hangját, kívülről nagyon jó hangja van szerintem. Para. Na és azt nézem, hogy itt igazából akkor így nincs semmi. Tehát, hogy így szerintem házaknak így tényleg semmi nincsen. Na az van, hogy kicsit technikai akadályokba ütköztünk, és akkora szél volt a sivatagban, hogy azokat a felvételeket inkább kikukáztuk, de az autó hangját remélem legalább halljátok. Amit el akartam nektek mondani, ugye, hogy amikor én elhoztam annó a BMW-t, akkor választásom volt, hogy vagy egy új RS3, ugye ennek igazából az RS3 változata, ugyanígy fekete volt, ugyanígy sportback volt, és választottam, hogy igazából melyiket hozom el. Árban az RS3 kicsit drágább lett volna, de akkor kipróbáltam, és annyira nem tetszett, se a hangja, valahogy úgy nem volt annyira karakteres, mint mondjuk a BMW. Úgyhogy nagyon örülök, hogy azt választottam, és nagyon kíváncsi voltam erre az S3-ra, mert alapból nekem mindig jobban tetszett az S3, mint az RS3. Valamiért nem tudom miért, az a négy kipufogó, meg hogy kicsit visszafogottabb, stb. Olcsóbb, ami szerintem nyilván számít. Hát ez az autó, ez az S3 szerintem sokkal nagyobb fun, mint az RS3. Nyilván nem annyira gyors, viszont hangra szerintem sokkal jobb. Nagyon csattog, nagyon durrog, nagyon ropog, de ezt úgyis halljátok a videókon. Nyilván érezhetően lassabb, mint mondjuk a BMW vagy az RS3, de alapvetően szerintem ez nem akkora nagy gond. Ez a 70-100 lóerő különbség igazából nem olyan vészes. 310 lóerő azt hiszem, úgyhogy az A35-nél erősebb, ami ennek igazából a vetétársa. BMW-nél talán az M240-it mondhatnám. A fényszórók azok baromi viccesek, mert ugyanolyanok, mint az RS3-nál, hogyha így kinyitod, az sötétbe látszódik, majd megmutatom, hogy bevágok róla egy részletet. Így villog és olyan, mintha ilyen kis fényjátékot csinálna, az szerintem nagyon menő. Ez a fekete grill, fekete logó, minden fekete rajta tulajdonképpen. Nagyon extrémen néz ki. Hátul egyetlen egy dolgot nem értek, hogy tényleg minden fekete az autón, látjátok, hogy semmi króm nincs rajta, most nyilván a felni az nem számít. Itt van rajta egy ilyen kis karbon szárny, ami tök jól néz ki, és amit nem értek, hogy a kipufogó végek azok miért ezüstök. Ezt annyira nem értem, jól néz ki, viszont valahogy olyan fura, hogy minden fekete az autón kivéve ez. Látjátok, logó, tényleg minden le van rajta feketítve, még a lámpák is sötétítettek. Ez a kis logó is, és ez meg ezüst, úgyhogy ezt annyira nem értem, de hát mindegy. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről az Audiról. Nyilván ez egy gyári autó, teljesen új, egyébként 1700 kilométerrel kaptuk meg. Nagyon menő, nagyon jól néz ki, viszont úgy nagyon sokat nem lehet elmondani róla, viszont még ezt meg akartam nektek mutatni, hogy itt vagyunk az MR Beachfronton, és innen látszódik az egész város, gyakorlatilag a Dubai Marina. És átértünk telefonra, ugyanis a kedves biztonságiőr azt mondta, hogy itt nem lehet videózni, csak telefonnal, kamerával nem. Megkérdezzétek, vannak fura dolgok azért Dubajban. Itt látható az egész város, a marina, a legszebb épületek. Tulajdonképpen szerintem itt van a legtöbb ilyen magas épület Dubajban. És innen baromi jól néz ki az MR Beachfrontról. Audi hátterében pedig egy óriási óceánjáró hajó van. Hogyha visszanézitek a videót, akkor az nem egy épület, hanem ez egy hajó. Szeretnétek még Dubajról videókat? Mindenképpen írjátok meg, ugyanis áprilisban megint jövünk, jön egy csomó kriptos NFT-s rendezvény, és azon mindenképpen itt leszünk. Úgyhogy srácok, találkozunk legközelebb, a kriptos csatornát mindenképpen csekkoljátok, mert ott is van két videó, amit itt vettem fel Dubajban. Találkozunk legközelebb, sziasztok!